Itt vagyunk a Somlóhegy lábánál, nagyon szép környezetben, egy szépségesten. Hogyan és mikor találtad ki ezt a szépségestet, és miért pont ez a helyszín? Hát kb. 3 hónappal ezelőtt jött az ötlet. Vásároltam egy új készüléket, egy arcfiatalító készüléket, és annyira jó eredményei születtek a kezelések végére, hogy úgy gondoltam, hogy valami nagyot kéne csinálni, hogy legyen módom lekommunikálni az emberek felé, hogy mi van nála, milyen lehetőséget tudok nekik kínálni. És akkor jött az ötlet, hogy legyen egy rendezvény, egy nagyszabású rendezvény, ahova embereket hívunk, nem csak a vendégkörömből, hanem interneten keresztül egy nagyobb térséget lefedünk a kommunikációnkkal. És hogy miért pont a Somló? Hát én érzelmileg fűződöm ehhez, független attól, hogy egy nagyon kedves vendégem ajánlotta a Krein Bacher birtokot. Én itt nőttem fel gyerekként, és egy kicsit olyan nosztalgikus hangulata van. Itt az ősz, itt van a szüret, a bor, és hát ugye a szőlő a kozmetikai iparban is fontos szerepet tört be, mert a szőlő magőrleményekből nagyon magas antioxidánsok vonhatók ki, amelyeket az arcfiatalításnál, illetve a megelőző kezeléseknél használunk. Úgyhogy úgy éreztem, hogy abszolút idevágó az ötlet. Mik a legfontosabb bemutatói ennek a mai estének? Ugye a HIFU, azaz a fókuszált ultrahang kezelés, ez egy új arcfiatalító technológia. Ezzel a készülékkel olyan mélységben tudunk kollagén termelődést kiépíteni a bőrben, amivel nagyon stabil és nagyon erős szövetet tudunk visszaépíteni. Ezért tartós kezelést tudunk a vendégeknek kínálni, 1,5-2 éven keresztül megtartja a kezelés a hatását, illetve a HIFU mellett Olaszországból az új őszi kollekció, és ezt mutatjuk be az esten, illetve 3 és 5 perces sminkszetteket kínálunk az érdeklődőknek. Azért ezt a nevet kapták ezek a szettek, mert tükrözik az elkészítési idejüket. Reggelente fel kell az ember, sokszor kómás vagy, bedúzzadt a szemed, de mégis egy megjelenés kell magadra öltened, és akkor úgy munkába indulnod, és 3 perc alatt csodákat lehet művelni egy bőrrel. Megtanítjuk a vendégeket ezeknek a termékeknek a használatára, illetve az eszközök használatára a szalonon belül egy rúzsparti kereteiben. Említetted ezt a szalont, hol található a szalonod? A szalonom ajkán található, a Petőfi Sándor utcába, és belvárosi szépségszalon vagyunk, a honlapon is megtalálhatóak vagyunk, www.ateszépségszalonod.hu, nem véletlen. Ezen a mai estén másokat is meghívtál, illetve vannak itt még egyéb kiállítók is. Miket lehet itt még látni? Hogyan szépülhetnek itt a vendégek? Igen, még van 3 standunk. Az egyik egy smink tetováló stand. Ádám nemrég került a szalonunkba, és az édesanyja az országos képviselet tagja, illetve hát ő képviseli a Swiss Color céget, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy a vendégek megismerjék a szalonban dolgozó férfi csapat tagjait is, ugyanis nem csak Ádámmal gazdagodott a csapatunk, hanem egy új fodrász kollégával is, Nagy András, és András is bemutatkozik az est folyamán. Egy kicsit a tetoválással kapcsolatban azt hiszem, hogy lehet, hogy egy páran felsziszennek. Igaz, hogy tartós, de azért ez egy fájdalmas eljárás is egyben. Nézd, fájdalomérzet, ha van, akkor ott valami működik. Tehát nem kell annyira félni tőle. Nagyon jó érzéstelenítőkkel lehet már a sminktetoválás területén is dolgozni, úgyhogy minimalizáljuk a fájdalmat szalonon belül, ha bármilyen kezelésnél is előjönne ez az érzet. Az arcon hol szokták általában kérni a tetoválást a vendégek? Mik a leggyakrabban? Leggyakrabban a szemöldök tetoválás, tehát a top
első, és utána a szem. A szájtól félnek a vendégek. A száj rengeteg érző ideget tartalmaz, sokkal vérdúsabb, és ettől érzékenyebb is. Viszont én imádom a szájtetoválásomat, sokkal kényelmesebb az életem, mióta megvan. Reggel felkelek, elég egy fény, vagy egy kis színt rádobnom, ha éppen olyan öltözéket öltök magamra, és már futhatok is. A ma este folyamán minden ideérkező vendég egy kis ajándékcsomagot kapott. Mit tartalmaz ez a csomag? Ezt a csomagot az Image cégem, akiknél dolgozom, ővelük sikerült összeállítani. Termékismertető füzeteket, hogy egy kicsit részletesebben tudjanak a vendégek olvasgatni otthon magáról a cégről és a termékeikről, hiszen nagyon különlegesek, pont attól, mert sokkal mélyebb rétegen tudunk kezelést elvégezni, mint a hagyományos kozmetikai termékekkel. Ettől is nevezik orvosi kozmetikumoknak őket. Illetve raktunk bele kis mintákat a többi standról is, egy-egy mintát beletettünk, illetve lemosót, amit nagyon fontos napi rutin lépésnek tartok, illetve egy pakolást tettünk be még a táskájukba a vendégeknek. Hogy látod a saját szalonodban, mennyire népszerűek ezek az Image termékek? Én lepődtem meg a legjobban, hidd el. Jelenleg annyira jól működik ez az egész rendszer, hogy az elején egy kicsit kellett dolgozni, persze, hogy a vendéget meggyőzze arról, hogy egy kis bizalma legyen a termék felé, és elvigye magával, de akik elvitték, ők visszajáró vendégeim. Egyszer rákapnak az ízére, elkezdik használni, és utána, amikor leállnak vele, mert mondjuk elfogyott, és nem szólt időbe, vagy éppen másokból, akkor hiányérzet alakul ki. A bőr nem úgy működik, ahogyan a kezelés alatt működött, és ezt nagyon gyorsan észreveszik. Említetted, hogy ezek orvosi kozmetikumok. Melyik az a korosztály, akik elsősorban használják ezeket a kozmetikumokat, hiszen talán 20 évesen sok fiatal azt gondolja, hogy hát ő még nagyon szép a bőre, nem is kell vele foglalkoznia, de az időközben ugye szalad. Orvosi szintű, így mondom, kozmetikumok. Hát igazából az Image úgy gondolkozik, hogy nem mint amit eddig tanultunk a kozmetikai iskolákba, hogy kombinált bőr, zsíros bőr, egyebek, hanem problémákat old meg. Azt mondja, hogy van egy tinédzserünk, pattanásos a bőre, és anyuka nem akarja orvoshoz vinni, megpróbálják az Image peelinget. Őket lehet kezelni. Akkor lehet kezelni a rozáceát, az érzékeny bőrt. Ez is egy probléma az arcon, ami sokszor zavarja a nőket. Rengeteg foltos vendég érkezik már a szalomba, mert az ózonrétegünk már nem olyan, mint régen volt, és ebből adódóan nagyon sok szabad gyök érkezik ugye a bőrünkbe, és nincs a megfelelő védettsége meg a bőrnek, mert nincs meg az a fajta napi rutin a vendégekbe, amit mi építünk ki, mi táplálunk a vendégekbe, hogy reggel és este ezt és ezt a lépést, evvel és evvel a termékkel el kell végezned, a bőrödet a lehető legtovább tud szépnek megőrizni, illetve hát ott van még a ráncok, a hegek, ezekre mind-mind nagyon jó megoldást tudunk nyújtani. Akkor is, hogyha már ezek a ráncok, illetve hegek már ott vannak régóta az arcon, és mondjuk az ember azt gondolná, hogy már nagyon bemélyedtek? Igen, sok esetben úgy, legtöbb esetben úgy szeretek dolgozni, hogy a vendégektől szabad kezet kapok. Azt mondják, hogy Ági, én, nekem ez a problémám, segíts, hogy oldjuk meg. Én mindig leülök velük, megbeszélem, hogy mi az a módszer, amivel a lehető legjobbat tudnánk kihozni a bőréből. És sokszor van az, hogy kezeléseket kell ötvöznöm. Itt van például a HIFU. Nagyon jó 3 millis mélységben tudunk kollagén indukciót csinálni. A bőr alapszerkezetét tudjuk megerősíteni, visszaépíteni. És a felsőbb rétegekben pedig az Image peeling rendszerekkel tudok látványos kezeléseket elérni. Így komplexen tudjuk kezelni a bőrt.
ezeket a kezeléseket a férfiak számára is elérhetővé teszed, vagy ez kizárólag a nők privilégiuma? Nem, a férfiak bőre is ugyanúgy, mint a miénk, egy kicsit másabb, egy kicsit más rétegben, vastagabban működik, de ugyanolyan. Például hifuk kezeléssel most kezelek egy urat, akinek heges az arca, és próbáljuk visszaépíteni a heg okozta hiányosságokat. Mi a mai szépséges programja? Standokat építettünk, ahogy az előbb már említettem, és a standok bemutatkoznak a műsor ideje alatt, és ajándékban még így meglepetésként hoztunk egy kis különlegességet, egy kis csajosságot az estbe, Rivnák Tündével. Ő egy jó nevű híres divattervező. Attól különlegesek a munkái, hogy magyaros ruhákat készít, klasszikus vonalvezetéssel, matyó és kalocsai hímzéssel ötvözve, és nagyon tetszik a Tündében, hogy a népiességet egy kicsit modernizálta. Úgy érzem, hogy abszolút ideillő a szépségestünkre, a Borvidék helyszínére. Ilyen ruha látható rajtad is? Így van, ezt is ő tervezte. Ki volt a mai esten a műsorvezető? Dombovári Vanda, őt ugye az RTL klubból ismerhetjük. Az egészség kalauz keresett meg pár nappal ezelőtt, hogy tudomásukra jutott ez a szépségest, és szeretnének jönni, és hogyha nekem megfelelő, akkor örülnének, hogyha ő lehetne a műsorvezető. Hát ez hatalmas megtiszteltetés, úgyhogy éltem a lehetőséggel, bár hatalmas munkát vettem ebben a nyakamba, de én úgy érzem, hogy kerek lett a történet. Lesznek a jövőben majd hasonló rendezvényeid? Igen, lesznek, sőt, már most tervezünk egyet. November 28-án a Mangóban lesz Szajkán. Egy ilyen 20-30 fős csapatot szeretnék összehozni a vendégekből, és nem, mostában ilyen nagyszabásot nem fogok vállalni, megígértem a férjemnek, de én nem zárkózom el semmi elől. Arra figyelek, ami a következő lépés, november 28-a. Ott felületmegújító kezeléseket, peelingeket fogok bemutatni. Nagyon jó karácsonyi csomaggal készül az image, és ez egy olyan ajánlat a cég részéről, amit nem lehet visszautasítani, mert napi rutin csomagokhoz szinte féláron lehet majd hozzájutni. Azért ez nagy segítség egy hétköznapi hölgynek, aki mondjuk 3 gyerek mellett és munka mellett, de az élet megköveteli, hogy igenis adjon magára és jól nézzen ki. Hogyha ennek az estének vége lesz, és remélem, hogy nagyon jó hangulatban lesz vége, akkor utána mi következik? Hogyan és milyen módon tudod majd magad kipihenni, illetve ennek a mai napnak a fáradalmait? Te, kozmetikus, aki nagyon figyelsz arra, hogy holnap is szép legyél, ezt hogy fogod megtenni? Kérlek szépen, én holnap elmegyek a családommal, és elindul a szüret. És a két kis keresztfiam tartja a lelket bennem, akik ott lesznek, és jelenleg azon győzködnek, hogy kiül először a traktorra. Őket szeretném már nagyon megölelni és puszilgatni.